what you've been down thinking about him again. I know that your heart's been broken. You should try and let it go and start being yourself. You. Okay, ich steh auf. Auf. Am so früh morgen, circa. Mhm. Ehrlich? Ja. Siehst du das? Meine Morgenfies. Ahó, kukucs! Megérkeztünk ide Engelbergbe, igazából már az este, most reggel már meg is reggeliszünk, gyorsan átöltözünk, és undulás tovább a pályára, és onnan jelentkezünk később. Sziasztok! És akkor jó magyar lévén indítsuk a napot egy kis unikummal. This is what we have to do. Tell me, can you feel it too? Feel it too? Maybe you should go work that body. You should go work that no. Body. The body won't stop till we're gray and old. Maybe for a second we can lose control. You should go work. Kicsit kipróbáljuk magunkat, gyakorolunk, aztán irány fel a tetőre. Titlis, meghódítunk. Állomásra. Igazából már most elfáradtunk. Azért az, ameddig az ember felmegy az első állomásig, és leül, már az is hosszú, úgyhogy most megpróbálkozunk a második állomásra, ami egy kicsit talán nehezebb. Irány a második állomás. Nézzük, milyen is az. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? Itt vagyunk a második állomáson, és már rohadt hideg van. És miben is mentünk ki? Jó Isten. So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all. Why didn't you call? Wow, das war minus 50.000 Grad.
Mindestens. Und mindestens. Meine Nase ist, glaube ich, eingefroren. Oh, meine Schale auch. Ja, bei mir ist alles eingefroren. Und wir werden jetzt erstmal eine Suppe essen. Wie war's für dich? Ich habe nicht gedacht, dass ich, das wird so anstrengend. Meine Schale ist ganz eingefroren, wirklich. Und deine GoPro? Meine GoPro ist gestorben. Und ich weiß nicht, ich musste manchmal meine Brille hoch und dann runter wieder hoch. Ich habe gar nichts gesehen. Das war so duft oder ich weiß nicht. Stimmt, ja. Und das ist so windig. Oh ja. Scheiße. Deine Lieblings. Natürlich nehme ich Gulaschi. Naja, 14, 80, das ist heavy. Aha, das ist. Soll ich in die Küche reingehen und dann zeigen, was ich Gulaschi suche? Weil im Gulaschsuppe, ich weiß es so, das gibt es keine Champion. Guter Wirsch, Wadjok. Ah, wie gut. Hey, Gästinko. Deine Schöpfische. Ich bin ein Fall. Tette Ehre. Na, freut mich. Hallo. Ez ebből onnan nem fogunk lesélni, leginkább csak felmegyünk szétnézni és videót csinálni nektek. Már jelentkezünk. Sziasztok! Na, átszálltunk egy nagyobb felmoróra. Itt konkrétan mínusz 15-14 fok van. Hát sokkal-sokkal hidegebbnek érzem. Az egész felvonom be van fagyva és lent. It's a hot day. I'm hanging in the sunshine. You should hit me with the splash gun. So I can. Pár perc után már meg is érkeztünk a legtetejére. De mi 3000 méter magasan vagyunk. Nem tudom, hogy látszott-e a videón, de konkrétan ez a híd, ez mozog. Nem félek a magasba, de azért annyira nem jó érzés itt mászkálni. Vagy én vagyok túl nehéz? Sajnos a köd miatt ebben nem látni semmit, de azt igen, hogy milyen magasan vagyunk, és hogy a többi hegy milyen magas. Áó! Azért eléggé fárasztó itt egész nap. Igazából az ember nem sokat tud csúszni, úgyhogy mi is három egész csúszás úgymond csúszunk, de azért ez azért kilométeres pályákról beszélünk, úgyhogy nem mindegy.
Én már nem tartott velem. Ő már megy a felvonóval lefele. Én is átfelvonózok egy másik pályára. És utána lecsúszok gyorsan, ami hát olyan 20 percet számítsunk szerintem. Úgyhogy, ja, utána lecsúszok, és találkozunk a buszállomással vele. Addig is. I'm hanging in the sunshine. You should hit me with a splash gun so I cool down. Won't you come on over? Was machst du hier, Schatz? Fahr mit der Bahn. Was? Fahr mit der Bahn. Hä? Es geht nirgendwo. Mm-mm. So lange gewartet. Oh. Vissza is érkeztünk a hotelbe. Jaj. Tehát vissza is érkeztünk a hotelbe. Gyorsan lefürdünk, elkészülünk, és irány szaunázni, kikapcsolódunk egy kicsit, aztán majd indulás enni valami finomat is. Bist du mit? Nem tudom, hol lesz, nem menjünk. Zónába, de mindenki nem jöhettek be. Mivel? Mesztelen zóna. Egy baromi jó napunk volt. Egész sok mindenben volt részünk. Meglátogattuk a Gletscher barlangot, meglátogattuk majd a függőhidat, egy csomót sieltünk. Annyi az egy dolog, ami így sáde, hogy elég ködös napunk volt. Így annyira profin, mondjuk nem is vagyunk profik, ja, ó, ja, igen, vagy nem vagyunk profik amúgy, de szerintem már leesett a videóból, úgyhogy mit is akartam ezzel mondani? Ja, hát igen, hogy elég ködös napunk volt, ezért nem is láttunk annyira jól, én is föllevezegettem a szemüvegemet, úgyhogy csodálatos volt, igazából mindenhol csak fehérséget láttunk, így nem láttuk a dombokat se, nem láttuk azt se, hogy hol van sok porhó, vagy esetleg jég, úgyhogy volt pár esésünk is, de mit se számít, úgyhogy mindenképp visszajövünk még ebben az évben, ha ebben az évben nem is, valószínű, meg mivel már lassan év vége van, hanem majd januárban vagy februárban igazából ide eljöhet az ember április közepéig. Ajánlom nektek is, gyertek ide el Engerbergbe, és nem csak télen igazából, hanem nyáron is kiváló szórakozási lehetőség. A következő videómban találkozunk. Sziasztok! Puszi mindenkinek!